A hétvégén, amennyiben az időjárás is engedi, rajtol a tavaszi szezon a labdarúgó NB2-ben. A Nyíregyháza Spartacus a negyedik helyről várja a folytatást. A csapathoz 5 játékos érkezett a téli szünetben, és Lucsánszky Tamás vezetőedző szerint az új szerzemények mind a pályán, mind az öltözőben megtalálták a hangot a társakkal. A szakember a felkészülési időszakban elvégzett munkát látva nyugodtan várja a bajnoki folytatást. Az utolsó 2 hét munkáját egy kicsit át kellett alakítani az elképzelésemhez képest, hiszen más talajpályára kellett visszajöjjünk, nem terveztük, nem is örülök neki, mert a speciális munkát nem tudtuk úgy elvégezni sérülés veszély miatt, gondolok itt a műfűves talajra, ettől függetlenül egyébként elégedett vagyok abban, amilyen munkát végeztünk el, és hát természetesen azok a feltételek, amit a tulajdonos is biztosított nekünk a 2 edzőtáborral, ez segítette ezt a munkát. A csapatkapitány Jova Levente nem számít könnyű mérkőzésre, ráadásul kapusként még az időjárás okozta nehézségekkel is meg kell majd küzdeni a pályán. A Gyirmont az egy elég jó erőben álló csapat, új edző került hozzájuk a télen, Szepessi László tényleg ő volt még válogatottnál is edzőm, ismerem őt is, tényleg jó játékerőt képvisel a Gyirmont. Nyilván a pályatalaja az kicsit így, hogy mondjam, megnehezíti a dolgunkat, mert azért jobb lenne nekik is, nekünk is, hogyha jobb talajon játszhatnánk. Most, ahogy néztem, a nyíregyházi pálya az alkalmas, hogy játszunk, de vasárnapig azért még sok idő van. Lucsánszky Tamás is tudja, hogy egy jó rajt akár az egész tavaszi szereplése is hatással lehet, de abban is biztos, hogy csapatának nagyon meg kell majd küzdeni a 3 pontért. Biztos, hogy egy rendkívül izgalmas, tehát a közönség szempontjából, ha nem is szórakoztató, de izgalmas mérkőzésre lehet számítani. Azt látni kell a kupaforduló kapcsán is, és egyáltalán az NB2-es eredménysor is az, amiben összetorlódott a mezőny az első 2 csapatot kivéve, akik kétségkívül megérdemelten állnak ennyivel előrébb. Én azt gondolom, hogy a feljutásra ők a legnagyobb esélyesek, az összes többi csapatot viszont egyformának ítélem meg, tehát ebben a tekintetben minden mérkőzésre úgy tekintek, még egyszer mondom, kiemelten mindig a következőre, és ebben a Gyirmót a következő, hogy rangadó mérkőzés lesz kiegyenlített erőviszonyok mellett. A Nyíregyháza Spartacus Gyirmót mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Városi Stadionban. A további párosítása következő: Dorog Budaörs, Soroksár Budafok, Kazincz Barcika Szolnok, Grosics Akadémia Vác, Sopron Cegléd, Moson-Magyaróvár Csákvár, MTK Budapest Békéscsaba, Győr Siófok és Zalaegerszeg Kisvárda.